Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újból a csatornán. Én Laci vagyok, a pincémből. A mai videóban beszeretném mutatni a dobókések utolsó csoportjának az egyik oldalát, ami a házilag készített dobókések, és ez a kis szériás dobókések csoportjába esik. Hát a házilag készített dobókések. Na most, ezt lehet többféleképpen csinálni. Az egyik módszer az, hogy kirajzoljátok otthon, hogy mit szeretnétek, és azt elviszitek egy szakemberhez, és azzal megcsináltatjátok. Na most, ez lesz a legdrágább módszer, és igazából amennyi pénzt kiadtok, hogy az a kés el legyen készítve, annyiért már egy jól bevált dobókés formát, vagy jól bevált formájú dobókést, méretű, anyagú dobókést kaptok. Tehát ezt nem igazán ajánlom. A másik megoldás az, hogy vesztek olyan alapanyagot, amit lehet hőkezelni, tehát itt most nem a lágy acélra gondolok, hanem hőkezelhető alapanyagot, és abból kiköszörültek otthon a formát, amit szeretnétek, és utána vagy elvisztek szakemberhez, vagy otthon házilag hőkezelitek. De most ez egy egész jól járható út. A harmadik út, amit én tudok elképzelni, és én ezt az utat folytatom, vagy ezt az irányelvet, az amikor már találsz, vagy keresel olyan eszközöket, szerszámokat, amik eleve hőkezelve vannak, és azokat köszörüléssel, lassú köszörüléssel, tehát nem melegedjen túl az alapanyag, átalakítod a számodra tetsző dobókés formává. Na most ilyen alapanyagok közé tartozhat például az ipari fűnyíró penge, amik ilyen hosszúak és egyben vannak, vagy például a laprugó, vagy a lapos szöghúzó feszítővas, autószerelő feszítővas, kerti sövénynyíró olló, ez lett belőle. Tehát igazából bármi, ami már eleve egy szívós, tartós szerszám volt. Na most ezek közé nem igazán tartozik például a reszelő. Ez nagyon jó alapanyag, de ezt előtte ki kell lágyítani, utána ki kell alakítani belőle a kést, amit szeretnél, és utána vissza kell hőkezelni. Szóval ez egy kicsit macerásabb. Na most az előnye ennek a csoportnak az, hogy olcsó. Tehát, vagy legalábbis aránylag olcsó. A másik előnye az, hogy egy saját magad által gyártott vagy készített terméket dobsz. Tehát ez egy duplán megnöveli az örömérzetet. A harmadik előnye ennek, hogy ez egy olyan kis hobbi a hobbin belül. Tehát az ember nyitott szemmel jár a világban, és akkor hirtelen meglát mondjuk egy kerékkulcsot. Ez egy szívós anyagból van. Mit lehet belőle átalakítani, hol kell elvágni, mekkora tüskét tudok belőle csinálni. Szóval ez úgy elfoglalja az embert, és elég sok időt lehet eltölteni köszörüléssel. Elég sok formát tudsz kipróbálni. A hátránya. Nem mindenki fogja tudni csinálni, hiszen egy köszörűpadot fölállítani a 8. emeleti panellakásban kicsit körülményesebb. Másik hátránya, rengeteg időt tudsz eltölteni azzal, hogy köszörülj. Tehát, mire kitalálod a formát, mire megalkotod, azért ez vesz fel időt. És hogyha kevés időd van, és azt dobásra szeretnéd szállni, akkor azért ez emészt fel időt bőven. A másik ilyen apró probléma, hogy amilyen egyszerűnek hangzik, nem annyira... Szóval nem túl komplikált, de nem is a legegyszerűbb dolog, 3 vagy 4 ugyanolyan formát
megalkotni. Tehát mire kitalálod azt, hogy milyen késed legyen, ja, és ez egy másik dolog, amire fel kell készülni, hogy elsőre nagyon ritkán jön be az a forma, ami mondjuk ez, ami neked bejön, neked tetszik, a súlyelosztás, a hossz, a forma. Tehát fel kell arra készülni, hogy van nekem egy egész fióknyi, nem a legjobban sikerült termék. Az ember megcsinálja, dobja, nem sikerült, betezi a fiókba, csinál valami mást. Na most ez egyben előny is, hiszen ez alatt az út alatt rájössz arra, hogy na most ez a forma nekem tetszik, ez a forma nem. Tehát rájössz arra, hogy ha lapos vagy egyenes gerincű késeket szereted, vagy pedig a szimmetrikus kések, és nem zavar az, hogy van hasa. Tehát sok mindent megtanul az ember belőle, de elég sokat köszörülsz hozzá, hogy rájöjjél. Viszont olcsó. Tehát magyar árakat nem tudom, de úgy világviszonylatban, ja, azt azért elmondanám, hogy ezek az én kedvenc alapanyagom, na most ezek olcsó kínai szökhúzó feszítő vas. Tehát ez nem a legjobb amerikai, ez egy, hiszem ez egy svéd darab, már elég jól van kopva rajta az írás, szóval nem ezt fogom tönkretenni, hanem ez egy olyan barkácsbolt minőség, szóval praktiker típusú, ami annak lett gyártva, szóval 8-15 dollár körül van egy ilyen nálunk. Na most, az azt jelenti, hogy kettő ilyennek az árából tudnál venni egy olcsó kínai dobókéskészletet, ami semmire se jó, ebből pedig egy nagyon szívós, ha eltaláltad a formát, akkor egy jó dobható késlet. Na most ez ráadásul 6 mm-es, tehát pont jó középút. Tehát összefoglalva én ezt az oldalt, vagy ezt a csoportot tudom ajánlani, vagy ajánlanám, ha van időtök, kedvetek köszörülni. Mivel, hogy én ezt az utat járom, nagyon sokat tanultam abból, miközben gyártottam olyanokat, amik nem jöttek be, viszont elég nagy élményt kaptam abból, hogy hú, csináltam valamit, és az aztán jól repült. Na most nem minden repül jól, ezt amikor legyártottam, meg a testvére valahol van, akkor eleinte kiderült, hogy nem tetszik. Tehát elsősorban megcsináltam, nap után kimondottam, utáltam, azaz kevésbé szerettem. Most eltelt egy év, megint elővettem, és most tetszik. Most egy kicsit jobban bevált. De ha megcsináltál valamit, aztán átalakíthatod. Nem olyan, mint egy vett dobókés, amit az ember olyan kicsit szívfájdalommal alakít át, hiszen ezt már valaki kitalált, ennek működnie kéne. Ez pedig átalakítható, hiszen te csináltad. Mit van, mit veszteni, semmit. Szóval ez a csoport, ez körülbelül ennyi. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és nem sokára folytatjuk a következő résszel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!